A rovarok mérge olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően a nem allergiásoknál is kialakul a csípés helyén vörös vizenyű, erős fájdalom vagy viszketés. Ez az általános reakció órák vagy egy-két nap alatt oldódik, és jellemzően nem terjed tovább. Viszont ha a reakció erősebbé válik, és egyéb tünetek is jelentkeznek, érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni. A rovarcsípések közül pedig ugye elsősorban a darázsfélék, illetve a méh csípés az, ami problémát szokott okozni. Itt azt szeretném csak megjegyezni, hogy ugye attól, hogy valaki már többször csípett meg méh vagy darázs, és nem volt allergiás, ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem lehet, mert ugye kialakulhat a szervezetben egy ilyen érzékenyé válás, tehát ilyen szenzibilizáció a méreganyagra, tehát a későbbiekben is előfordulhat, úgyhogy ha valaki a többedik csípés után észlel komolyabb tüneteket, nagyon kiterjedt bőrpírt, nagy területű ödémát, kipirosodást ott a csípés területén, főleg, hogyha ugye ez ilyen fejnyaki régiót érint, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, akár mentő segítségével is. Nem allergiások esetében is lehet életveszélyes a méhcsípés és a darázscsípés. Ugyanis meghatározó, hogy hol van a csípés helye. A nyelv vagy a torok esetében a helyileg kialakuló duzzanat elzárhatja a légutat gégevizenyűt okozva, amellyel életveszélyes állapot léphet fel. Az ilyen állapotok megelőzésére természetesen van megoldás. Jobbára már az oktatási nevelési intézmények is rendelkeznek az életmentő eszközzel. Tehát akinek már volt súlyos allergiás reakciója, az házi orvos által, vagy allergológus által tud felirattatni egy ilyen bárki által beadható, gyakorlatilag egy ilyen adrenalin-szerű egy mesterséges adrenalin készítményt, és ez gyakorlatilag teljesen egyszerű a használata, a comb bőrébe kell, tehát a comb területének a bőrére kell rányomni a magát ezt a fecskendőt, és akkor az beadja a megfelelő mennyiségű életmentő gyógyszert ilyenkor. Egyelőre olyan teszt nem létezik, ami már a csípést megelőzően kimutatná a rovarméreg allergiát, illetve azt, hogy a csípés esetén ki milyen tünetet fog produkálni, de nagyjából elmondható, hogy a gyerekek 0,4-0,8%-át, míg a felnőttek 3%-át érinti a méh vagy darázsméreg allergia.